A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete az idén ünnepli megalakulásának 5. évfordulóját. Nem is akárhogy fogják megünnepelni az elkövetkezendő napokban, hetekben, még mielőtt erre rátérnénk. Egy kicsit foglaljuk össze az elmúlt 5 évet, milyen programok voltak, és mi volt a fő cél, amikor megalakultak. Ugye, amint említetted, már 5 éve alakult ez az egyesület. Nagy céljaink voltak, vannak most is. Igazából kicsit a környezetvédelemre terelni a figyelmét az embereknek, és ebben a szóban, hogy környezetbarátok, tehát nem védők, hanem barátok, igazából lefedni tulajdonképpen a saját környezetünket, a saját kis városunkat. Ugye volt néhány olyan esemény, amire meghívtak minket, vagy ahol szükség volt a segítségünkre, és képviseltük az adott ügyet, ez 2-3 ilyen ügy volt, majd erről egy kicsit bővebben is beszélek. De igazából a gyerekek nevelése, a fiatal felnőttek nevelése és az időseknek kicsit átformálása, nem csak a szelektív hulladékgyűjtés terén, tehát nem csak kifejezetten a hulladékgyűjtésen, hanem a településünk szebbé tétele, jobbá tétele, hulladékok újrahasznosítása játékos formában. Ezt ugye minden évben legalább 3-4 program erről szól. Nagyon mozgalmas volt ez az 5 év. Igazából minden évben 12-14 program volt, amiben részt vettünk, az legalább 2-3 volt, és a többit pedig saját programunként szerveztünk meg. Azt azért büszkén mondhatom, hogy picit jöttek, mentek a tagok, de azok 2-3 emberke, és igazából ugyanaz a 18 ember alkotja a magját ennek az egyesületnek, mint ahogy indultunk. Nem változtattunk igazából az alapvető programon, mert még mindig úgy látjuk, hogy nagyon nagy szükség van felvilágosító előadásokra, gyerekprogramokra. Pont a héten voltam ugye a diák önkéntesekkel beszélgetni a gimnáziumunkba, mert ugye tavaly évben csatlakoztak hozzánk. Én tavaly is elmondtam nekik, hogy nagyon örülünk, hogy csatlakoznak egy ilyen kis kezdeményezéshez, egyesülethez, a munkánkhoz, de ne tekintsék ezt kötelező feladatnak. Tehát ha valaki nyögvenyelősen akar jönni, és ezeket a dolgokat végigcsinálni, és tényleg csak az órák számát, amit nekünk igazolni kell, hogy dolgoztak, az inkább ne is jöjjön. Nem tekinti szívügyének, akkor az sokkal nehezebb azt a feladatot megcsinálni, mert ugyanis a beszélgetésünk tárgya az az volt, hogy ebben az évben az alapprogramunkat próbáljuk úgy végigvinni, tehát olyan programokat megszervezni, ahol ők is nagyon szívesen eljönnek, és nem kötelező feladatnak érzik, hanem tényleg szívügyüknek. És nagyon örültünk, hárman mentünk el az egyesületből velük ezt megbeszélni. Nagyon örültünk, mert 4 konkrét programot ezt velük együtt fogunk megcsinálni ide, és nagyon-nagyon aktívan vették ki a részüket. Úgyhogy ennek nagyon örültünk, és tényleg nem az volt, hogy a füzet aláírása legyen a lényeg. Igen. Melyek voltak azok a programok, amiket említett az imént, hogy még egyéb más rendezvényeken is részt vettek és képviselték? Igazából nem rendezvények voltak, hanem segítségnyújtások voltak. Ugye amikor ez az egyesület megalakult, akkor volt nekünk egy aszfaltkeverő üzemünk, ami nem igazán úgy működött, avval a szűrővel, ahogy megépítették. Hát azt azért sikerült helyek közel olyan mederbe terelni, hogy használják ezt a szűrőt. Nem mondom, hogy nem kell évente rájuk telefonálni, rájuk szólni, hogyha lakosság ezt jelzi. És ugye mivel bejegyzett egyesületként a környezetbarátok, környezetvédő egyesületek között felsorolásban nagyon jó helyen van az interneten, ezért többször volt megkeresés ilyen tárgyban. Ami nagyon nagy sikertörténet, az Pándon volt. Pándon egy ugyanilyen, legalábbis hasonló aszfaltüzemet szerettek volna felépíteni. Ott egy kicsit hamarabb kapott észbe a lakosság. Igazából annyi volt, hogy elmondtuk a tapasztalatainkat, kihez, mihez fordultunk, miért, és hogy
épülhetne meg az üzem, és mivel ott nem felelt meg a feltételeknek, segítettünk, ezért ott nem... Tehát a lakosságot segítettük ebben, és nem lett megépítve ez az aszfaltüzem. Kicsit máshol, kicsit kiebb a várostól építették meg. Említette, hogy évi kb. 14 programjuk van, tehát ehhez ugye megfelelő tőke is szükséges. Az önkormányzat és az egyesülettel milyen kapcsolat van? Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal. Vannak szponzoraink, azok évről évre változnak, mert ahogy ezeknek a cégeknek, magánembereknek módjuk van támogatni az egyesületet, ugye ők úgy támogatják. Alapjában véve pályáztunk már máshol is pénzekre, ezek igazából nagyon pici pénzek, és nagyon kevés pénzből működik az egyesület. Nem is kívánunk igazából nagyobb költségvetéssel működni, és megköszönjük azt, amit az önkormányzattól kapunk, ezeket a cégeket, magánembereket, és ugye a tagsági díjból működünk, mert igazából próbáljuk ezeket a programokat úgy megszervezni, amit már mondtam, hogy ha már környezetbarátok vagyunk, akkor ugye újrahasznosítunk dolgokat, és ehhez igazából nem kell olyan rettenetesen nagy anyagi befektetés. Inkább a munkánk az, ami nagyon sok, amit igazából pénzben nem is lehet mérni. Igen. Ugye nem véletlenül vagyunk most itt a Laffert kúriában, hiszen itt ünneplik majd az 5. éves fennállásokat. Hogyan? Igen, nagyon-nagyon köszönjük egyébként a város önkormányzatának és a Laffert kúria vezetésének, hogy ezt az 5. születésnapot itt a kiállító teremben ünnepelhetjük meg. Minden évben, ugye tavasszal a Földvilágnapja közelettével, Vízvilágnapja közelettével mi kiírunk egy gyermekrajz versenypályázatot. Ebben az évben a Világ zöld szemmel című pályázatot írtuk ki, és ennek a kiállítása, a díjátadója és a pici születésnapi ünnepségünk itt a kúriában kerül megrendezésre. Nagyon nagy segítséget kérek a haraszti pedagógusoktól, óvónőktől, óvodásoktól, hogy induljanak ezen a pályázaton, mert ugye nem hűtlenként ott hagyva a Rákóczi Általános Iskolának a kiállított termét, de már kinőttük. 220 gyerekrajzott alkotást nagyon nehéz már abba a pici terembe föltenni, kiállítani, és ugye mi minden egyes alkotást kiállítottunk, mert minden egyes gyerek jön és keresi az ő rajzát, hogy hol van, tehát nem csak a díjazottak, és mindegyik szeret részt venni ezen a pályázaton. És abban kérem ugye itt a pedagógusok, tanárok, óvónéniknek a segítségét, hogy azért a picik nem biztos, hogy értik, hogy mi az, hogy zöld szemmel. Tehát nehogy egy zöld szemű valamire gondoljanak. Én azt gondolom, hogy amikor ezeket az alkotásokat csinálják, akkor ugye nagyon nagy felelősség van a pedagógusnak is, mert igazából ez beszélgetés is kell hozzá, hogy ő lássa, hogy mi történik körülötte. Tehát a világot írtuk ebbe a pályázatba, de azt gondolom, hogy a picik csak a maguk körül néznek, akkor már találnak témákat. A gimnazistáktól pedig hát egyáltalán tőlük várjuk azokat a nagyobb szabású alkotásokat, műveket, amik már tényleg a világról szólnak. Megkötésünk annyi van, hogy ezt az A4-es méretet nagyon szeretnénk tartani, mert nem tudjuk másképp kirakni ezeket az alkotásokat, tehát nem kérünk hozzá keretet sem, felragasztva sehová, sem semmit, csupán ezt az A4-es méretet. Lehet festés, ragasztás, bármilyen technikával. Még amit nagyon szeretnénk kérünk, hogy a hátuljára nagyon olvashatóan írják rá a gyerekek, vagy ha ők nem tudják, akkor a szülők, pedagógusok, óvónénik a nevüket, címüket, elérhetőségüket, mert ebben azért adódtak problémák néha, hogy nem tudtuk, hogy ki a rajz. Meddig és hova lehet leadni a pályázatokat? Március 21-ig lehet ezeket a pályázatokat, alkotásokat leadni az intézményeinkben, tehát az óvodákban, óvónéniknek, óvodai vezetőknek, az iskolákban, rajztanároknak, vagy a titkárságra. Feltettük a Dunaharaszti Környezetbarátok Facebook oldalára is ezt a kis felhívásunkat és a plakátot,
ott minden apróságot megtalálnak, vagy esetleg a kérdésük van a szülőknek, akkor nyugodtan írjanak, mert igazából azokat a gyerekeknek az alkotásait is várjuk, akik netán nem ide járnak iskolába, de itt laknak Dunaharasztén. Mikor lesz ez a kis ünneplés, illetve a kiállítás megnyitó? Március 29-én lesz, délután 16 órakor várjuk a Laffert kúria emeleti kiállított termében a gyerekeket, felnőtteket, pedagógusokat. Köszönjük szépen, mi biztos itt leszünk, és a további működéshez is sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.